Sziasztok fiúk és lányok, én Drifter vagyok, és a mai videóban Forza 6 Apex túrát fogjuk folytatni, méghozzá a 9. rész, hát már nincs sok gyerekek, Brands Hatch, és hogy nézem VTCC autókkal lehet majd menni. Harmadik hely vagy jobb, első hely, 5 perfect kajar és simulation damage. Ha bekapcsolod, szerintem ezek alap, az 5 perfect turn-től kicsit fosok, de hát majd meglátjuk, azért Brands Hatch-et ismerem. Nézzük milyen. Because if you don't finish a touring car race with battle scars and a missing mirror, you're doing it wrong. They might look similar to everyday cars, but the shape is pretty much the only thing they have in common. Inside, they're stripped to the metal, the bodywork is replaced by beefy new panels, and unlike your mother's car, they spit flames from their exhausts. Látszólag majdnem úgy néznek ki, mint a gyárja, csak ugye új terelőszárnyakat, spoilereket kap, más a anyaga a legtöbb karosszéria elemnek, meg van erősítve, és lángcsóval jön a kipufogóból. Nagy hiba, ha elhagyod a tükröt. Na, nem gondoltam, hogy ennyi autó van, amivel lehetne majd menni. Még menjünk a Zengóval. És hát ugye ezek ilyen elsőkerekes autók, figyelni kell majd a pályán. Your next race will be at Brands Hatch, featuring the Brabham Straight, so named for the legendary race driver Jack Brabham. Na és akkor itt van az autónk, a Honda Civic, amit ha jól látom a matricát, nem tudom ki. Nem tudom kinek az autójából ülünk, de magyar. Nézzük a rajtrácsot, 12. hely. Komoly. Nézzük a nehézséget, expert. És az asszisztoknál mindent kikapcsolok. Bár ez... ti is tudjátok, hogy a VTCC-nél nem így van. Én csak az XP miatt csinálom. És Michelisz Norbert autójával megyünk, akkor jó választás volt ez gyerekek, igen jó. Na, a MOL csoport. Csodás autójában. Megvan a hátránya is a dolognak. Két helyet vesztettünk legalább, mert... hát ugye nekem ki vannak kapcsolva az asszisztok. Csak nekem füstölt a kerekem. Na mindegy, 4 kör. Négy kör kell, hogy meglegyünk az első hellyel. Nem volt perfect turn-öm. De könyörtelen a srác. Vissza is előzött. Ezt akartam elkerülni. Úristen, de elhúztak. Hát... nem tudom, hogy meg lesz-e. Igen, kaja, persze a kormányt nem forgatja. Ér is tenni. úgyhogy így ez esélytelen, gyerekek. Nem esélytelen, de nagyon nehéz. Főleg, hogy megszövattam magam. Ezt így kellett. Közben egy perfect törnöket is szedegetem össze, hála Isten. Harmadik kör jön. Egy kis levágás, miért ne férne bele, ha egyszer forzázunk. Meg egyszer a játék nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném. És bejöttünk a top 3-ba, és itt vagyok a segítségbe, talán meg lehet. Talán meg lehet, gyerekek. Én úgy érzem, hogy meg lehet, ha nem hibázok, meg lesz. Ő hibázott, úgyhogy segít nekem. Meg vagy, haver. Most meg vagy. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nagyon tartja magát. Hibázhatna egyet. Hát most lenyomom a Volvest. Köszönöm, barátom. Nagyra értékelem, hogy ilyen jó fej volt. Azért elég jól tartja magát, nem adja fel. De már nem nagyon akarok satázni itt a meccs végén. Hát ez is egy 3-asba elfért volna ez a kanyar. Hát elég csúnyán vettem a kanyarokat. Jaj, itt egy kis hibázás, gyerekek, ez még talán így belefért. De ha ez a kanyar rossz lesz, akkor mindenek vége. És nem. És itt vagyok a célegyenesben. Hú, hát nem gondoltam volna. 1.39.868, gyerekek. Bang! Ó, nagyon állat meccs volt, nagyon állat, főleg az, hogy volt benne hibázás. És meg lett. Ahogy a Platinumnak is meg kéne ezek után, én nagyon szeretném. Úgy gondolom, hogy megérdemelném. A gép nem így gondolja, hogy megérdemlem. Megint a centi. Megint a centi. Antimik, mikről beszélek? 3 mm. No, God! No! God, please, no! No! Irány. No! No! És új. Azt a... Frankofóne mi ez? Ez egy beteg elnyolc. Egy GT3-as McLaren. mp12c. Gyönyör. Gyönyör. Ez a X-moszkálán mondjuk nem a én esetem. Hát az a 2.800.000 pont haver, az nem tudom, hogy jött neked össze. Viszont a top 1000-be benne vagyunk. Srácok, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkold. Szerintem ez az autó nagyon megérdemli, hogy bekerült. És külön köszönet a Forzának, hogy Michelisz marcicázásával. Tehát gyakorlatilag ez magyar VTCC-s autó. Nekem nagyon tetszett, de azért lenyomtam volna ezt a versenyt, megmondom őszintén úgy, hogy a rendes segítségek, amik egy VTCC-s autókban be vannak kapcsolva, az nálam is belegyen. Mindegy, legközelebb találkozunk, én Driftel voltam, sziasztok!